A nevem Vajtó László, arra vállalkoztam, hogy bemutassam nektek a legérdekesebb túrákat az országban és az országhatáron kívül. Utam során részt veszek az extrém kalandokban, felfedezek történelmi helyeket és megkóstolom a helyi ételeket is. Tartsatok velem! El se hiszem, hogy a negyedik részt forgatjuk a birtokon a Hanna kertben, most mégis egy picit ki kellett ugranunk, ugyanis képzeljétek el, hogy a debreceni Oceanből kapunk egy kis támogatást a további munkánkhoz, hiszen így tudunk majd palántázni, illetve természetesen raklap bútorokat építeni. Nagyon szeretném már, hogy mindenki ellátogasson hozzánk, ehhez viszont nekünk muszáj egyébként egy kis infrastruktúrát kiépíteni, úgyhogy a mai napon raklap bútorokat fogunk kiépíteni, illetve mellette palántázni fogunk, el fogjuk kezdeni majd későbbiekben a színpad felújítását, és ami nagyon fontos, hogy természetesen főzni is fogunk, igazi emődi megylevest készítünk vaníliafagylaltal, na meg természetesen azt is meg fogjuk nektek mutatni, hogyan kell cseresznyét befőzni, otthon házilag, hogy el tudjuk rakni majd térre, ugorjunk neki, irány az Ocean, aztán utána pedig a Hanna kert. Gondolom őszintén, hogy az első olyan alkalom, amikor kilépek a kertből hosszú hetek óta, hiszen mostanában belekezdtünk azért sok minden dologba, de eljött az a pont, amikor el kell jönnöm boltba, és be kell szereznem dolgokat, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hova is jöjjek, és honnan szerezzem azokat a dolgokat, amik szükségesek a befőzéshez, a bútorépítéshez és minden máshoz. És nagyon sokan nekem az Oceant ajánlották, hogy az Oceanben érdemes egyébként a parkács osztályon, illetve a kertészeti osztályon szétnézni, és most, hogy bejöttem, irdatlan mennyiségű dolog van, picit el is tévedtem benne, azt kell, hogy mondjam, mert ennyi dolog közül én nem tudok választani, úgyhogy szaksegítséget kértünk. Úgyhogy mellettem áll a kolléga, aki segíteni fog nekünk abban, hogy hogyan is fogunk majd ma bútorokat készíteni, illetve hogyan fogunk majd palántázni. Azért hány osztály van nálatok egyébként? Sok? Sziasztok! Elég sok osztály van, több rétegből áll össze. Műszakitól kezdve a kertészeti házat, háztartása, mirerít, hús termékek, bármit meg lehet találni. Elképesztő nagy egyébként az áruház. Én megmondom őszintén, hogy gyakorlatilag eltévedek benne. Viszont nekünk ma a műsorban szeretnénk egyébként csilipalántát ültetni. Illetve szeretnénk majd a csilipalánta mellett, közben milyen jó szól a rádió. Ugye a csilipalánta mellett szeretnénk majd egyébként befőzni is, tehát cseresznyét befőzni. Hallottam, hogy itt Debrecennél nincsen cseresznyé, de nálunk rengeteg cseresznyé van. Illetve mellette pedig kettő dolgot szeretnénk még csinálni. Van nekem ott egy régi szabadtéri színpadom, ezt szeretnénk felújítani. Van olyan dolog, amiben le lehet festeni úgy a fémet, hogy ne peregjen le róla az előző? Persze, persze. Rozsdára egyből rá? Persze, rengeteg olyan anyagunk van, festékünk van, amit szerintem bárki, az amatőrtől kezdve a profi munkások, szerelői mindent tud alkalmazni. Jó, akkor viszont mivel kezdjünk? Barkács, vagy esetleg kertész? Barkács. Kezdjük a barkácson. Kezdjük a barkácson. Barkács osztályon vagyunk, és már is sikerült összeszeregetni a dolgokat. Én már látom, hogy mivel fogom levágni az ujjamat amúgy. Úgyhogy ez lesz az első ilyen érdekesség. Itt a dekopír fűrészünk, ezt már régóta keresem. Mit lehet róla tudni? Azt mondd meg nekem, mekkora fát lehet átvágni vele? Mondjuk, ha neki megyek egy 25 éves tölgynek, az... Hát esélye nincs rá. Esélye nincs rá, de úgy gondolom, hogy legalább egy ilyen 5-6 cm-es fadeszkás sima, kényelmesen. Tehát így ráteszed szépen, és akkor ezeket a deszkákat is szépen, és ez az a fajta eszköz, ami gyakorlatilag könnyedén használható, és szépen menetirányba tud vágni, tehát ő szépen elvágja, és nem lesz durva a felülete. Nem lesz, maximum egy kis csiszoló papírra szépen átállt rá, hogy igazolni, hogy sima legyen, de
ő nagyon precízen dolgozik. Ezt tudja használni akkor a feleségem is egyébként szerinted? Biztos. Akkor nem kell nekem, tök jó. A lányok ügyesebbek a barkácsolát, a fiúk. Ha készen vagyunk, össze vannak vagdalva a raklapok, akkor utána, ja igen, össze kell fúrni őket, hogyha maradjunk mégiscsak a fúrónál. Mivel tudjuk összefúrni? Van egy csavarozó gépünk. Ti is felosztottad az egyik legjobbat amúgy. Árérték arányban is jó. Igen. És a saját terméket. Saját melekás termék. Róluk azt kell tűnni, hogy szereti mindenki használni, mert könnyű kezelni, megbízható, jó szervizelhető későbbiekben. És sok garancia is van rá. Három év garancia, ami nem egy utolsó dolog, úgy gondolom. Nagyon egyszerű a gép kezelése. Bármilyen típusú csavarozó fejet bele tudtok rakni. Én most neked készítettem össze egy ilyen kis szettet igazából, ami falcsavarhoz, bármiféle behúzáshoz tökéletes. Öt év múlva is tudod használni, bármire. Szintén jó minőségű, erős fém. Tök jó. Ez, szerintem ez minden család igényét jelenti. Tökéletes. Tihas kiszerelésben van. Teljesen jó. Jó. És akkor gyakorlatilag mellette azt mondja, hogy nekünk ugye a fát kell festeni, és azt mondtad, hogy a legjobb szín ez a mahagóni történet, ugye ezt csak simán fel kell hígítani vízzel, beletenni az ecsetet, és utána lehet festeni. Így van, így van. Érdemes egy kis felületkezelés csiszolással, mégis hogy szák ne menjenek a kezembe, de ez a mahagóni, vörös mahagóni, ez annyira szép és elegáns szín, hogy... Mennyi idő alatt szárad meg? Hát attól függ, hogy meleg idő van-e, vagy esős, mint az utóbbi napokban. Szerintem, ha egy napot hagyjuk kint a napon, biztos, hogy már utána használhatod. Jó, még a palántázáshoz, illetve a palántázás mellett ugye a befőzéshez kellene nekünk segítség, mert ugye befőzni is fogunk cserkót, illetve chili palántát fogunk ültetni. A következő elemünk még, amit meg akarunk csinálni, ez a cseresznye befőzés, ehhez viszont utas csak. Kell egy ilyen jam fix, és mondtam is, hogy csével most mondhatjuk, de nem, ez jam fix. Ez egy nagyon fontos darab egyébként hozzá, ahhoz, hogy tartósítani tudjuk elméletileg. Jó, tehát jam fix, és amint még kell hozzá nekünk, kellene üveg, befőttes üveg, ennek kéne fedele, képzeljétek el, hogy az üveget és a fedelét külön lehet venni, és én beleestem már abba, hogy vettem üveget és a fedelet is hozzá, és nem ugyanaz volt hozzá, úgyhogy mehettem még egyszer. Mi kell nekünk az, hogy kell, hogy négy darab, igen, üveg, befőttes üveg, hozzávaló kupak. Ilyet még én életemben nem láttam. Esküszöm. Én azon gondolkoztam, hogy mire lehetne használni. De egyébként tudjátok mi ez? Palánta leszúró, nem tudom, eszköz mondjuk. Az a lényeg, hogy bedugom a földbe, és akkor megnyom ezt a gombot, és utána ki tudom venni, vagy így dugom le, összezár és kihúzom. Így van. Aha. Hű, és... Hát ez muszáj megmutatnom nektek használat közben, hogy ez hogy néz ki, mert még én sem tudom elképzelni. Arra vagyok kíváncsi, hogyha ott van benn mondjuk a alulról a kis micsoda vakon, és én ezt így bedugom, a szerencsétlen vakon nem érti, hogy mi van. Érted? Szóval ez érdekes egy eszköz, de jó. Na hát ezt megmutatom nektek, hogy kell használni, ilyet még nem láttam. Azt hiszem, hogy megvan mindenünk, szépen össze is pakoláztunk jó adag dolgot ide a kosarunkba. Én nagyon szépen köszönöm a kis kalauzolást és közbenjárást. Jó sok munka áll előttem, bele sem merek gondolni, hogy mennyi mindent kell csinálnom. Hosszú műsor lesz, tartsatok velünk, ugyanis most indul igazán a felújítás és maga természetesen a befőzés, illetve a gasztronómiai rész. Gyerünk tovább, irányemőd!
hogyha már az Oceant letudtuk, és gyakorlatilag elhoztuk az eszközöket, akkor kezdődhet a raklapbútor építés. Itt a háttérben már elkezdődött is egyébként az asztal és a, hát végül is a kis ülések létrehozása. Úgyhogy a kis fúró már is üzemel, a dekopír fűrészbe fogjuk üzemelni, és már is elkezdjük csinálni a raklapokból a bútorokat. Ugyanis nem sokára majd vendéget szeretnék fogadni itt, leültetni őket és ételt rakni eléjük. Ehhez pedig meg kell teremtenem az infrastruktúrát és a kis birtokomhoz. Danikám, te már voltál itt íjászkodni azért, de te azért ilyen multifunkcionális ember vagy, csináltál már raklapokból bútort? Részben, de nem ez a fő profil. Aha, és milyen bútort fogsz készíteni egyébként? Tehát le tudunk majd ülni, kajálni? Így van, lesz egy asztalhoz két pad, háttámlával, és akkor szivacsos ülünk keresztül. Szivacsos ülők, és akkor végén le lehet ide csücsülni, van, az a lényeg. Sok idő elkészíteni? Hát ezt nem lehet megmondani, de hát körülbelül egy szetnek az összevágása, festés nélkül összeszerelése egy órácska. Figyelj, csak osztunk nektek ilyen csavaros aksus fúrót, ami Oceant-ös, illetve kapsz majd festéket, amit már el is kezdtetek festeni, illetve ami nagyon fontos, hogy van dekopír fűrészünk, úgyhogy ezzel tudtok dolgozni, kell-e még valami hozzá? Jó idő. Jó idő, az jó megvan. Idő, az jó, akkor kezdjünk bele. Én pedig gyakorlatilag szaladok, hiszen megyek el a palántákért, aztán utána ültetem a palántákat, a Danék pedig dolgoznak, lesz palántám is, lesz növényem is, illetve ami nagyon fontos egyébként, hogy készen lesznek a bútorok, de a mai nap fogunk még készíteni megylevest, ebbe készítünk majd vaníliafagyit az icipici fagylaltozóba, illetve fogunk majd borsót szedni, hosszú nap lesz, gyerünk. Mióta a műsor elindult, már a negyedik részt forgatjuk, és azóta rengeteg telefonhívást, illetve hát különböző ilyen üzeneteket kaptam. Ági néni is megkeresett, már mi régóta ismerjük egymást, hiszen több olyan rendezvényen járt ő vendégként, amin én műsorvezetőként vettem részt, és egy közben azt mondta, hogy rála rengetegféle érdekes növényterem. Tudtátok, hogy a fanyal például ehető és nagyon finom, olyan, mint az áfonya, csak fánterem, de van nála még gránátalma is, illetve rengetegféle érdekes gyümölcs, például az a fajta kört, ami nagyon pici és nagyon korán terem, na ebből jól belakmározok azért, hogyha odaérek. Ami viszont nagyon fontos, hogy azt mondta nekem, hogy van mentája, citromfűje, illetve folyton termő fokhagymája. Mi az a folyton termő fokhagyma? Ezt is ki fogjuk deríteni, ugyanis én erre nagyon szeretnék egy kicsit rámenni, hogy egy ilyet elültetni a birtokon és a saját kis földemet is gyarapítani vele. Citromfű, nem tudjátok, de nagyon finom citromfű szörpöt lehet bőle készíteni. Nagy mániám egyébként a szörp készítés. Már készítettünk megy szörpöt, bodza szörpöt, pikpang szörpöt és még rengeteg félét. A citromfű szörp lesz a következő, és minden éven szeretnék belőle szörpöt készíteni. Na de ezek mellett, a citromfű mellett azért mentát is szeretnék hozni, legalább két félét. A mentából ugyanis lekvár lesz majd, ezzel szeretnék kísérletezni. Képzeljétek el, hogy a menta lekvár gyönyörű szép neonzöld, ha megvilágítjuk, egészen különleges látványt és ízvilágot is képez, így érdemes egyébként vele foglalkozni, amelyek hát természetesen a tejába, szörpe, bármibe jó, hiszen feldobja mindennek az ízét. Úgyhogy citromfűt, természetesen egy kis folyton termő fokhagymát és mentát is szeretnék hozni majd Ági nénitől, de nem ő lesz az utolsó, amikor eljövök ide, hiszen rengeteg érdekességet tudok majd még azért beszedni tőle, amiket be tudok majd rakosgatni odafent a birtokon a földbe, hát ha nekem is sok-sok érdekes növényem fog majd nőni, és hát természetesen ezeket megpróbálom majd szaporítani is. Különböző recepteket lehet csinálni belőle, olyat, hogy spárga krém például nagyon finom, vagy megfőzöd egy picit, és vajon zsemlemorzsát vajon megfuttatsz, azzal összefuttatod, vagy pedig megfőzöd, és akkor a főzőlevének a negyedét tejszínnel, pici borral összefőzöd, és rengeteg minden. Finom. Nagyon jó íze van. Olyan, mint a borsó egyébként. Thank you.
Iszonyat páradús ide fent a levegő egyébként. Az a helyzet, hogy esőre áll, mert onnan olyan, mint hogyha eső jönne, viszont nagyon meleg van, úgyhogy így izzad az ember iszonyatosan. Rendesen, hogy lélegzik. Beszívom az orromon a levegőt, és utána a számon kifújom, mert annyira jó érzés ezt a jó tiszta oxigént beszívni. Ültetni fogunk, egyrészt ugye kétfelől is kaptunk ültetni valót, ugyanis még az Oceanből ugye kaptunk palántákat. Azt hiszem, hogy fűszer, paprikát és karalábé palántát kaptunk. Ez a lila karalábé, arra kell odafigyelni, hogy nem szabad nagyon sokáig hagyni majd a karalábét a tövén. Hamarabb le kell szedni, mert utána nagyon kemény lesz, és akkor finom, amikor ha. Úgyhogy kaptunk onnan az Oceanből is palántákat, illetve hoztunk mentát, kétféle mentát, folyton termő fokhagymát, innen lentről egyébként Ági nénitől, úgyhogy ezeket fogjuk most elültetni. Úgyis van egy pár olyan rész, ahol a paprika palántámat eltüntette egyébként valamilyen állat, úgyhogy oda fogom majd pótolni. Viszont ami még fontosabb, hogy kezdenek szépen érni a paradicsomaim, és nem fogjátok elhinni, de szép ilyen kis zöld darabok, aminek arra kell nagyon odafigyelni, hogy ezek a paradicsomok, ha leérnek a földre, akkor tönkre mennek. Tehát ilyenkor, amikor elkezdenek érni, akkor muszáj őket még egyszer felkötni erre a kis karóra, annak érdekében, hogy a paradicsomnak megőrizzük az állagát. Úgyhogy először most a paradicsomokat fogom felkötni, egy picit megöntözöm, utána pedig a palántákat fogjuk kiültetni azoknak a helyébe, amik nem maradtak meg. Palántázó cucc, amit kaptam. Már megmondom őszintén, meg azt nem tudom, hogy fogom kiszedni belőle a földet, de nézzétek meg, milyen szépen ki tudtam azért húzni. És egyből bele tudom tenni ezt, amit a tégelyből kivettem. Így, né? A földet szépen rátesszük. Egyébként ezzel így nagyon könnyű palántázni. Nagyon egyszerű. És hozzákötözöm a kis karóhoz, és már is megvan a kis palántánk. Ú, de jó, én ezt nem is tudtam, hogy ezt így kell használni. De azt kell, hogy mondjam, hogy megegyszerűsíti azért a kertésznek az életét, hiszen nem kell itt ásózni, vagdalni, egyszerűen csak szépen megfogjuk, és beledugjuk a földbe, aztán utána kivesszük ezt a földmennyiséget, és így, ahogy van, gyakorlatilag cserepet levesszük a palánta körül, és már is tehetjük a földbe. Azt gondolom, hogy ez egy könnyű kis egyszerű megoldás. Nagyon örülök neki, hogy ilyen kis eszközt kaptam, ugyanis az a helyzet, hogy ezzel könnyebb egy kicsit palántázni. Hozom a kis locsolómat, és meg is locsolom. Hogy amikor a palántát ültetjük, akkor ne hideg vízzel locsoljuk meg, hanem kicsit melegebb vízzel. Én a tartályból hoztam vizet, ott azért már pár napja melegíti a napocska. És még egy fontos dolog, hogy a palántának nem szabad ráönteni a levelére a vizet, hiszen a levele akkor elsárgul, és utána tönkre megy a palántánk, hanem nagyon fontos, hogy a tövére öntsük. És amikor öntözzük is a palántát, akkor mindig a tövét próbáljuk meg megöntözni, hiszen a gyökeréből tudja felszívni a vizet. A nagyobbakat, a paradicsomot azt már lehet ugye normálisan öntözni egy öntözőkannával, nyilván locsoló fejjel, de ezeket a pici palántákat csak a tövénél szabad öntözni. No, jöhetnek a nagyok, legalább már ezeket elraktam, megnézzük, mit adott Ági néni. A folyton termő fokhagymát sikerült elültetni, amit Ági nénitől kaptam. Érdekes darab, mert ugye alul van a fokhagyma,
és amikor lepergeti egyébként a magját felülről, az belemegy a földbe, abból megint fokhagyma lesz, és kinő belőle egy ilyen új szár. Úgyhogy gyakorlatilag, amint megette a fokhagymát, ugye kijött, utána lepergett, és várhatod a következő adagot. Érdekes dolog a természet. Most pedig, amit itt ültetek, az pedig a menta. Mentából hoztunk kétfélét. Nagyon szeretném, hogy egy kis bozót nőjön belőle, ugyanis mentából nagyon finom szörpöt lehet készíteni, menta szörpöt. De amit nagyon ki akarok próbálni, és ha sikerül, majd megpróbálom adásban megmutatni nektek, a mentából lekvárt is lehet készíteni, és nem fogjátok elhinni, de zöld színű a lekvár. Én ettem már, egészen különleges és furcsa íze van, nem mondanám, hogy úgy magába túl finom, viszont az a helyzet, hogy érdemes kipróbálni, és sok-sok olyan étel van, amihez egyébként egy menta lekvár, az abszolút nagyon jól ízlik, vagy nagyon jól párosítható egyébként húsokhoz is. Úgyhogy nagyon nagy mániám az, hogy jó kis menta bokrot nevelni, és menta lekvárt készíteni. Ez lesz most, úgyhogy még a mentát elültetem, kétféle mentánk van, úgyhogy azt fogom most összerakni. Ugye a folyton termő fokhagymát elültettük, és akkor kvázi meg is vagyunk lassan, készen vannak a palántáink, utána pedig borsót fogok szedni, hogy a borsónk is legyen meg, és utána pedig még leszedem a medgyet, irány megylevest készíteni, fagyizni fogunk, illetve fagyit készíteni, de megmutatom nektek, hogy kell cseresznyét befőzni is. Az igazság, hogy egészen sokáig hagytam a borsót fent, hiszen már sárgul a levele, viszont megvártam az utolsó percekig, hogy leszedjem. Ugyanis szeretnék eltenni belőle télre, és nagyon szeretem a borsós nokedlit, úgyhogy majd szeretnénk egy nokedlit csinálni, és ez a borsó lesz hozzá. Remélem, még télen is sikerül belőle főzni. Úgyhogy megyek, leszedem az összes borsót, és utána pedig fejteni fogjuk. Nagyon szép kerte van, tele van borsóval, paradicsommal, amik még ekkorák, nem érettek meg, de nagyon egészségesek lesznek. És látjátok, itt is ragnak a hagymák, ezeket is még kell gondozni. És látjátok, itt apukám szedi a borsót, és ugye a tesóm is eszi a borsót. Ahhoz, hogy finom megylevest tudjunk csinálni, már is hoztam egy ilyen kis piros edényt, teleszedem meggyel, és utána pedig, ha megvagyok, akkor abszolút irány megylevest készíteni. Közben jönnek a traktorosok is. Az a helyzet, hogy imádom a megylevest, finom gyümölcslevest hidegen, főleg fagyival, úgyhogy fagyit is fogunk hozzá készíteni, úgyhogy már is szedem a megyet, és utána pedig irány megylevest készíteni. Egyébként a megyből rengeteg mindent lehet csinálni, például a megyszörpöt, azt is nagyon szeretem. Ugye a megyszörpöt is, annyi, hogy ki kell magozni előtte, de a megyszörp is rettenetesen finom, és nagyon-nagyon egészséges, rengeteg vitamin tartalmaz a megyből készült ételek, főleg a sütemény, finom megyes pitét csinálni. De az ember megyszörpöt csinál, abból ugye kijön a leve, a levét felhasználja a szörpnek, magát a húsát pedig ugye a megynek, azt pedig beleteszi pitébe, és akkor ki lehet szépen sütni, addig pedig befőttként el lehet tárolni.
Kaptunk az Oceanből egy egészen komoly kis szerkezetet, imádom ezt a cuccot amúgy. Van ilyen, hogy megy magozó. Mondjuk most mi cseresznyére fogjuk használni? Megyre is, mert cseresznyét fogunk befőzni, de megylevest fogunk készíteni. Egy magozó készen van. Jó, meg vannak mosva a cseresznyék, és akkor innentől kezdve jön a magozás. Nagyon egyszerű, fogom a cserkót. Azt hiszem, hogy ennél idétlenebb színű cseresznyi magozót talán nem is kaphattam volna, de így, tessék. Egy már ki is jött, már lehet befőzni. Ígyni, aha. Alakul. Ígyni. Jönnek ki a magok. Kimagoztuk, úgyhogy én ezeket el fogom szépen ültetni, de előtte ki kell jól szárítani. Utána szeretném, hogyha csemetefák lennének belőle, aztán majd megpróbáljuk pótolni a régi fákat, illetve ami pedig nem pótlásra kerül, azokat majd kivisszük a piacra eladni. Jó, na, ezt most félreteszem, mert majd a medgyet is magozni kell. Mi a következő lépés? Jó, az van, hogy felforraltunk 2 liter vizet. Igen, a kis szeptelünkben hamar sikerül felforralni. Mennyi? Jó, el akartam mondani, hogy ezt én készítettem, ezt a kis erény, csak hogy lássa mindenki. Igen, igen. Sőt, műsorban, élőadásban. Jó, és akkor most pedig mehet bele a cukorba. Talán a nézők emlékeznek rá, amikor Jenes Diással jártunk, és én elkezdtem egy kicsit itt hát korongozni, és akkor készítettem ezt a valamit, és utána elmentem érte, és nézzétek csak meg. 2018-ban jártunk Jenes Diáson, ott van rajta. És az is, hogy Jenes Diás rá van írva. Úgyhogy remélem, a nézők emlékeznek még rá egyébként erre a műsorra. No, belement a cukor a forró vízbe, igaz? Igen, jó. És egy icike-picike szalicír kell bele a cukorba, és ebből áll össze egy szirup majd, igaz? Igen, de mivel nem találtunk befőtt tartósítót a boltba, ezért ezt máshogy kell készíteni, mert bele kell tenni ebbe a lébe a gyümölcsöt. Uh-huh. Hagyni kell benne 2-3 percig, vagy még talán annyi se, inkább 1-2 percig. Utána le kell szűrni a gyümölcsöt, beletesszük a üvegbe, és akkor ezt a lét pedig rá fogjuk önteni az üvegbe. Uh-huh. Jó, már egy üvegünk is van. És kaptunk ilyen üvegeket. Ebbe fogjuk majd ugye összerakni a magukat. Ennyi csak, hogy belerakjuk a gyümölcsöt ebbe a kis szirupba. Utána le kell leszűrni. 1-2 percen belül. És utána rakhatjuk is az üvegbe? Rakhatjuk az üvegbe, és utána pedig a levet pedig ráöntjük. Jó. És még egy icike-picike szalicilt teszünk a tetejére. Jó. Közben elkezdett esni. Ugye mehet bele szépen a cseresznyénk az üvegbe. És csak ezt berakjuk, öntünk rá egy kis vizet, és akkor ezt rájuk. Ráöntjük ezt. Uh-huh. Hát, hogy ez a szirupot, igen. És utána a szalicil jön a tetejére. Uh-huh. Minél többet belerakunk, annál jobb, vagy csak ezt előbb sem. Thank you.
elkészült a befőttünk, már látható egyébként, jó meleg, forró az üveg, ezt megpróbálom nektek bemutatni. Így néz ki, egy finom cseresznye befőtt egyébként. Az érdekes, hogy a kukacos egyébként maga a cseresznye, akkor a kukac kijön belőle és ide oldalra ki szokott ülni, de ez nem kukacos cseresznye, ugyanis nem látunk kukacot a szélén egyáltalán. Hát milyen jó lesz télen majd elővenni, és egyébként finom cseresznyét enni. Akkor így néz ki a cseresznyénk, egészen könnyen sikerült befőzni, nem kell sok minden hozzá, ugyanis felforraltuk a vizet, tettünk bele cukrot, egy pici szalicilt, abba beletettük ugye magát a kimagozott cseresznyénket, és utána hagytuk egy picit összeérni. Aztán utána kiszűrtük a cseresznyét, beleraktuk az üvegbe, és ráöntöttük a szirupot, majd a végén lezártuk. Annyit kell még megcsinálni, hogy egy plétbe be kell burkolni, és úgy kell hagyni legalább 2 napig, mielőtt eltesszük majd a polcra, így lesz teljes a cseresznyénk, úgyhogy már csak annyi van, hogy be kell burkolnom, el kell tennem, és utána pedig 2 nap múlva feltenni majd arra a polcra, amelyikről majd télen leveszem. Ha már végeztünk a cseresznye befőzéssel, akkor megcsináljuk végre a meglevest, amire egész nap vágyok. Közben egyébként, ha nézitek, akkor ránk szakadt az eső is, úgyhogy igazából megpróbálom itt volna a teraszról megcsinálni a dolgot, hiszen a birtokon sajnos szakad az eső. Összeraktam a megyet, raktam hozzá egy pici cseresznyét is, egyébként nem baj, hogyha egy gyümölcs leves több ízből is áll, és a megy és a cseresznye egészen jól passzol egymáshoz. Elkezdem felforralni a vizet, aztán utána, hogyha szépen felforrt a vizünk, és hát ebben a szeptemben azért hamar felforrt, akkor lehet rakni bele már is a gyümölcsöt. Ugye szerintem már is rakhatjuk bele egyébként a gyümölcsünket, az az alapja minden egy gyümölcslevesben, muszáj gyümölcsöt is rakni. Szép színe lesz tőle majd. Ezzel megvénk és felforraltuk, akkor jöhet a citromkarika. Beraktunk ide ebbe a pohárba, és már is jöhet be a citromkarika, fogadni neki egy jó kis ízt, a szépen kifő majd belőle. Jöhet a cukor, egyébként. Nem sok cukor kell bele, ennyit raktunk itt össze. Ezt is szépen így bele, hogy... Nagyon jó. Kicsit meg is mozgatom. A cukor, cseresznye, megy, illetve a citromkarika van benne, eddig a felfőtt vizünkbe. A citromból sose elég, egy kicsi citromlevet is öntök bele. Jó. Azt mondja, hogy jöhet a vaníliacukor. Így. Én szeretem a fahéjat. De jó fahéj íze van, ez mindig a tejbegríz jut eszembe a fahéjról egyébként, mert nekem mindig raktak fahéjat a tejbegrízbe otthon. Így, né. És akkor őrölt szexűszek. Ez mindig a kompótot juttatja eszembe, a birs kompótot, meg a közméte kompótot. Mindig volt benne szektűszek, de jó. Na jó, hadd szóljon. Így, mi? Jó, dolgozzuk össze egy kicsit. Tehát fahéj, szektűszek, citrom, citromleve, cseresznye, megy, illetve van benne még egy pici cukor, illetve vaníliacukor. Ezt kicsit összefőzzük. Ó, milyen illat jön ebből az edényből. És utána, ha készen vagyunk, akkor majd egyébként van még egy dolog, hiszen akkor, amikor felfőtt, akkor majd egy kis lisztet fogunk tejfőllel összekeverni, csinálunk egy hőkiegyenlítést, azt is hozzátesszük, és gyakorlatilag utána kész a levesünk, már csak be kell tenni a hűtőbe, és addig, amíg a hűtőbe van, addig elmenjünk fagyit készíteni, az a jó benne, hogy ezt esőbe is tudunk. Közben, amíg bugyborékol a levesünk, itt szeptemberben gyorsabban és hamarabb átfő, mint egy másfajta edényben, én már is adom a tejfölhöz egyébként a lisztet, égni. Egy picit összekeverem, össze kell dolgoznom egyébként a lisztet a tejföllel, égni. Szép is haberőmmel. Jó, ha ezzel megvagyunk, még nem teljesen tökéletes a dolog, ugyanis csinálunk el egy kis hőkiegyenlítést. Muszáj vagyok ebből a léből egy keveset beleönteni ebbe a masszába. Égni. És ezt egy picit összedolgozom. De ne csomósodjon be. Hát ebben csak liszt, tejföl és egyébként a felfőzött levesünk van benne. És
Ha megvan az állag, akkor már is mehet bele egyébként ide a levesünkbe. Úgyni. Nagyon jó. Kicsit kicsárázom. Ezért minden része menjen bele. Úgy, szuper. És akkor jött az összefőzés. Szóval megy, egy pici cseresznye van benne, citrom, citromlé, őrölszeg, fűszeg, fahéj, vanilin, cukor, cukor, ugye a lisztet összekevertem tejföllel, illetve hozzá hőkiegyenlítettem ebből a felfort levesből, és ezt főzöm össze, így kell főzött finom megylevest készíteni. Nézzétek csak, egyre szebb. Sikerült egyébként összehozni a levesünket, most azért jól fel van főzve, hogyha le kell hűtenem, beteszem a hűtőbe, irány fagylalt ér, ugyanis én ezt vanília fagyival szeretem nagyon, úgyhogy menjünk a fagyiért, beletesszük a levesbe, és utána már is tálalhatunk, úgyhogy van most már cseresznyébe főttünk, a megylevesünk, és a megyleveshez pedig készítünk finom vanília fagylaltot, aztán megnézzük, hogy a Daniék hogyan is állnak egyébként a rakla bútorokkal, no de a következő van, gyerünk fagylaltért. Közben egyébként az a helyzet, hogy elkészítettük a megylevesünket, de én nagyon szeretem hidegen a megylevest, főleg fagyival, sőt talán jobban szeretem a fagyit, mint a megylevest, de nem a megylevest is szeretem. És van itt Emőden egy icipici fagyizó, ez is a neve, hogy icipici fagyizó, jól mondom, icipici, igaz? Jó. Egy icipici fagyizó, és lejöttünk ide, hogy készítsünk fagyit. Ez tényleg icipici, meg ketten férünk el, meg az operatőr, nem? Igen, szó szerint icipici. Jó, mióta vagytok egyébként? Tavaly nyár óta, tavaly nyár elején indítottuk. Igen, a név az tényleg abból fakad, hogy icipici a helységünk, mert elég szűkös egy helység. Tudod, nekem a kedvencem ez a sós karamell, ami pont nincs, de egyébként, hogy honnan van a fagyitok? A fagyit ezt mind én készítem, egy olasz termékcsaládban, vagy többből, de lényegében véve mindegyik Olaszországból származik. Megkapom a port, és abban én állítom elő a fagylaltot. Aha, szóval saját keverés, de nem itt az icipicibe, hanem ez egy másik helyiség lesz majd, ott fogjuk keverni. Milyen fagyit ajánlasz nekünk a megylevesbe? Én egy vanília fagyira gondoltam, sajnos most sós karamellünk az nincs, ami a nagy kedvenc, de megpróbáljuk egy vanília fagyival, hogy milyen lesz. Jó, nézzük meg, akkor várjátok, azért megnézem, hogy milyen van még itt, mert van itt mangó, oreo, vanília, csokoládé, megy, tök jó megyleveshez, mondjuk a megyfagyi az... Az nem annyi, igen, túróruri, teljesen jó. No, menjünk keverni a fagyit, és utána pedig beletesszük a levesbe, kíváncsi leszek, milyen lesz együtt. Tehát megylevest fogunk készíteni vanília fagyival. Icipici fagyizónak egyébként a műhelye is icipici, sőt, talán még icipicibb, mint a fagyizó. Kezdjünk bele szerintem, mi kerül bele a vanília fagyinkba? Vanília tuti lesz benne, remélem. Így van, igen lesz. Emődi vanília? Nem. Ez egy olasz. Itt Emődön a vanília mezőkön lehet, ez pont a kekszmezők után van. Ez egy olasz vanília, lesz egy bourbon vanília, amihez mindössze elég kevés alapanyag kell. Uh-huh. Veszünk hozzá tejet. Jó. Van benne cukor, egy alappor, amit... Na várj, egy picit azt mondja, ide. Jó, tehát akkor. Egyrészt van itt nekünk egy adag tejünk, és akkor az mind cukor? Ez az mehet bele. Cukor és egy alappor. Ja, ez a vanília por és a cukor. Aha, na küldjed bele. Ezt jó? De ez két gombócra egyébként? Mert annyi kell nekem a levesbe. Ja. Ez kicsit több, ez nekem. Ja, jó. Na lássuk. Kerül még bele vanília aroma paszta. Vanília aroma paszta, kicsit tudom erősen mondani.
Ez egy tömény bourbon van. De jó. Mi az, hogy bourbon? Ez a bourbon van benne? Nem vicceltem. Attól bourbon, hogy ugye benne vannak a vanília szemek is. Őt hozzáadjuk szépen. Aha. Őtől lesz olyan szép sárga színe. Ettől lesz sárgás, aha. Jó, oké, jöhet a bourbon. Adunk hozzá egy kis tojáslikör. Ah, mutasd. Ah, de jó illata van, elképesztő jó. Nem lehet megkóstolni? Megkóstolhatok. Komolyan? Jó fajta? Ez szerintem baromira tömény. Itt minden nagyon tömény. Kóstold meg. Csak kicsit szerintem lesz. Nem tömény, finom. Milyen íze van, durva utólag. Azta! Most érzem itt az egész számba az ízét. Nagyon jó! Most ezt az egészet megfogjuk, össze fogjuk turmixolni egy gigantikus turmixgéppel. Ez egy kicsit kicsit lesz. Azt hittem az valami fúró. Nem mondod, de durva! Jó. Megkaptuk ezt a szép serbe vanília szép. Mivel mi idegeljárással készítjük a fagyikat, így ő már megy is a gépbe, és a... Ennyi? Nem maradt ki valami? Egyébként nem belekerült minden. Ennyi a vanília fagyin kész is. Tizenkét perc zúgás. És utána készen van a fagyink? Jó van, akkor megvárjuk a 12 percet szerintem, az a biztos, és utána pedig már nyalhatjuk is. Királyság, na hadd szóljon, mutatj, hogy kell bekapcsolni. Osztom. Jó, és közennyi. Az a helyzet, hogy le is telt a 12 perc, egy kis zúgás lehet, hogy hallottok a háttérből, hiszen már elkezdett zúgni a gép szépen, és csinálja a fagyinkat, gyorsan elmennem. Egész hamar kész a fagyi, finom vanília fagylaltunk lesz. Na lássuk. Jó. Csak kinyitom az ajtót, és jön is. Jó van. Juhi, de szép! Ott jön a fagyigép, fagyi kifelé. Azt hiszem nincs ennyi levesünk. Jó, majd marad a gyereket. De jól néz ki. De jó. Nem semmi. Tű, mekkora adag jön ki belőle, te jó ég. A húgám kedvence a vanília fagy. Én is szeretem vanília, csokoládé, jobban meg vagyok én ezekkel. Tudod, az, amikor ma van 20 féle fagy, már nem tudom, hogy mit válasszak, és az problémás. Jól néz ki egyébként, szép. Jó, és akkor kvázi ki is kerül, és a kezzel meg is vagyunk a fagyival, mehet a levesbe, még szedünk egy picit, aztán utána menjünk a leveshez, és utána kóstolunk, bizony. Igazi emődi házi megy egyébként, emődi fagyival, azt hiszem ez igazi emődi étel lett, emődi vaníliás megyleves, jó étvágyat! Nagy öröm számomra, hogy készen lettek a bútorok, megmondom őszintén az elején, még nem igazán bíztam abba, hogy ebből a raklapbútor dologból tudok én is mit kezdeni, nyilván egy kis segítséggel. Jól jöttek az eszközök, a dekopír fűrész, illetve a csavarozó, hiszen anélkül nem ment volna összerakni. Rengeteg videót kell nézni, hogy hogyan lehet raklapból bútorokat készíteni, viszont egy jó tartós bútordarabunk lesz, igaz jó nehéz is, nehéz elmozdítani, még rendesen le kell majd festeni őket színekre, szeretném, ha minél színesebb lenne, piros, kék, zöld, narancssárga, és utána
Utána, hogyha készen vagyunk a szép színekkel, akkor jön bele a virágosítás, hiszen a háttámlájába muskátlik és különböző virágok kerülnek majd, de természetesen azért lesz rajta majd egy-két szivacs is, hogy mindenki azért szépen le tudjon ülni majd a párnákra. Szóval kényelmes lesz, és lehet majd enni, inni, szórakozni egy kicsit, na meg hát leücsörögni egy picit a fák, a madarak és a gyümölcsök alá. Szerintem ennél jobb nem is kell, megint csak szépen fejlődött a kis birtokunk, a kis földünk, és nem sokára tényleg vendéget is fogadhatunk. Én már alig várom, hogy megmutassam majd ezeket, hogy pontosan mit is dolgoztunk, nem csak a videón, hanem fizikailag is, hogy eljöjjenek ide hozzánk a vendégek is, itt egyenek, igyanak, illetve szórakozzanak nálunk. Szépek lettek a bútorok, alig várom, kipróbáljuk őket. Jöhet a festés, de az már egy másik műsor, legközelebb szépen csinosítjuk majd őket. Jó lenne még egy pár szett, de legalább már egy 20-22 főt le fogunk tudni ültetni. Az a helyzet, hogy hosszú két napon vagyunk túl, ugyanis hát azért az eső elvert minket első nap, és azért tudtunk befőzni, tudtunk megylevest készíteni cseresznyével, tudtunk azért csinálni egy jó kis fagylaltot, le tudtuk szedni a borsót, palántáztunk, Ági néninél voltunk, elkészültek a raklapbútorok. Én azt mondom, hogy a legkövetkezőnél fel fogjuk díszíteni ezeket a bútorokat. Természetesen nekiállunk majd a konyhának, jön majd a körte és a szilvaszüret, és hogy mit fogunk csinálni a körtéből és a szilvából, az egy következő rész. És hát a mókusok segítettek nekem, most pedig pihenés jön, beültünk a Dézsába, hogy lehet idefent egyébként a hegy tetején fürdeni, hát így egy jó Dézsába. Úgyhogy fürdés jön, egy kicsi pihenés, és azt gondolom, hogy nem sokára találkozunk egy újabb ajtó is a világban. Sziasztok! Mondjátok egyszerre, sziasztok! Sziasztok! Integesedek. Sziasztok!